Tahir Abbas nem jár iskolába, és nem is bánja különösebben. De túl fiatal ahhoz, hogy megértse, mit veszíthet ezzel. Azt mondja, az apja azt akarta, hogy dolgozni kezdjen. Otthon nem volt jó a helyzet. Apám azt mondta, a tanulással semmit sem nyert, ezért jobb lenne, ha iskola helyett megtanulnám az autószerelői munkát. Reggel 10-kor nyitom a műhelyt, estére vagyok szabad. Szeretem ezt a munkát. Tahir édesapja azt mondja, nem sok választása volt, amikor a gyerekei oktatásáról volt szó. Szeretném, ha a két fiam iskolába járna, de nem engedhetem meg magamnak. A tandíj és a könyvek nagyon drágák. Hogyan fizessem ki? Pakisztánban sok szegénységben élő család szembesül ezzel a helyzettel. A szülők pedig kénytelenek arra kérni a gyerekeiket, hogy hozzanak haza keresetet. Becslések szerint a gyerekmunkások száma több millióra tehető az országban. Sürgetem a pakisztáni kormányt, hogy fontolja meg a helyzetünket, és dolgozzon ki valamilyen tervet, hogy a gyerekeinket tanítatni lehessen. Mi is az országhoz tartozunk. A pakisztáni kormánynak vannak törvényei a gyerekmunka ellen. Például bárki, aki gyerekeket alkalmaz, vagy engedi a gyerekeknek, hogy dolgozzon, börtönbe kerül, vagy súlyos pénzbírsággal, vagy mindkettővel büntetik. Az illegális gyakorlat azonban még mindig folytatódik. Semmi Mumtaz a Szindh régióban egy gyerekvédelemmel foglalkozó kormányzati szervnél dolgozott. Szerinte a szegénység akadályozza a munkájukat, de a törvények megalkotásakor ezt nem veszik figyelembe. Több gyárat korlátoztunk, és megmondtuk nekik, hogy ne alkalmazzanak gyerekeket. A valóság azonban egészen más. Ha az apja maga is munkás, és alig keres valamit, hogyan tudná kifizetni a súlyos bírságot? Eközben Tahir szerelőként nő fel, és a munkaadójától, Sadiq Alitól tanulja a szakmát. Ali is gyerekként kezdett dolgozni, és vállalkozóvá nőtte ki magát. Sokan vannak itt, akik gyerekmunkásként kezdték, és ma már saját üzletük van ezen a piacon. Egész nemzedékek lesznek ennek az ördögi körnek a fogjai. Ha itt valaki nem jár iskolába, jó eséllyel a gyerekei sem fognak.